70 éve a gyümölcs- és dísznövénytermesztés szolgálatában, ezzel a címmel jelent meg egy könyv. Ennek kapcsán fogunk beszélgetni a következő percekben. Szeretettel köszöntöm a műsorban Breininger Évát, a társszerzőt, illetve kutatóállomás vezetőt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Miről szól ez a kiadvány, ez a könyv? Első pontban hadd helyesbítsek, hogy nem társszerző vagyok, hanem szerkesztő. Tehát ezt a könyvet nem ketten írtuk, hanem mi szerkesztettük a kolléganőmmel, Őrsi Borbálával. Hát ez a könyv gyakorlatilag megpróbálta felölelni azt a 70 évet, ami ennek a kutatóintézetnek a története. Hát ez egy nagy vállalkozás. Volt már néhány jubileumi kiadvány, de azokra ennyi időt sem tudtak szánni, és ennyi pénz sem, azok csak ilyen füzetecskék voltak. És azokban most... is dolgozott? Nem, akkor én még nem dolgoztam itt. Hát én tulajdonképpen itt kezdtem az egyetem után az életemet, egy-két évig, aztán elmentem az ELTE-re tanítani, és onnan először félállásban jöttem vissza, és most meg teljes állásban visszahívtak vezetőnek, és így ezt elfogadtam. Ez, ennek a könyvnek a készítését nagyon sokan részt vettek benne. Tehát ennek ez a legnagyobb szépsége, hogy olyan kollégákat tudtunk megkeresni, akik 30-40 évet dolgoztak itt a kutatóban, mert régebben ez egy olyan szintű élethivatás volt, ez a kutatói pálya, hogy nem volt fluktuáció. Valaki idejött az egyetem után, innen ment nyugdíjba, és még nyugdíj után 15-20 évig itt dolgozott. Úgyhogy ez nekünk most nagyon nagy szerencse volt, mert a 30-40 éves korosztály nem tudott volna visszanyúlni a 70-es évekig, akár 80-as évekig sem. Úgyhogy ennek a könyvnek a számomra az egyik legnagyobb érdekessége és érdeme az volt, hogy mindenki első szóra boldogan igent mondott, és fölkutattuk az összes, nem kellett fölkutatni, mert ismertük őket, az összes nyugdíjas kollégát, akik megírták azokat a fejezeteket, amiket mondjuk ma már nem művelünk, mert olyan kutatási témák, amire ma már éppen nincs kapacitás, melyek nincs ember. Melyek ezek például? Hát ilyen például öntözés ágazat, vagy bizonyos virágzás biológiai élettani csoport volt. Azért alapvetően azokat a fejezeteket csak ők tudták megírni, de azokat a fejezeteket, ami kutatási témák a mai napig élnek, és ezek a kutatóintézetünk fő profiljai, nemesítés például, cseresznyenemesítés, megynemesítés, dionemesítés, azon kívül alanykutatás, nagyon, nagyon sokféle téma van, dísznövényben is nagyon sokféle, rózsakert, ugye az egy közismert része, ő az is hozzánk tartozik, a kutatóintézetünk ennek a kutatása. És ezeknek a fejezeteknek a régi időre vonatkozó szakaszát az idősebbek írták, és a mai időknek a történéseiről pedig a fiatal kollégák írtak. Tehát nagyon szépen össze tudott kapcsolódni a múlt és a jelen, és együtt tudtak dolgozni az idősek a fiatalokkal. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg az utolsó pillanatban történt, mert azóta elvesztettünk az elmúlt 3 hónapban 4 kollégánkat, vannak, és nem feltétlenül nagyon idősek voltak, hanem sajnos az öme 60-as éveiben járt, és írtak bele fejezetet, és már nem tudtuk a kezükbe adni a kiadványt, mert nem érték meg. Úgyhogy tényleg ez egy utolsó pillanat volt, hogy ezt így meg tudtuk írni. Legalább 20 fejezete van. Nagyon komoly a történeti része, amit a ma már nyugdíjas, de jó sokáig igazgatói székben ülő kolléganőnk írta meg, tehát ő egy nagyon komoly munkát végzett ezzel. Legalább 40 oldala ez a történeti rész, mert hogy sajnos, vagy nem sajnos, hát ilyen az egész magyar történelem, meg az összes kutatóintézetre ez jellemző, hogy a 70 év alatt nem csak a rendszerek változtak, a politikai rendszerek, hanem nagyon sokat változott az intézeti struktúra is. Legalább, nem tudom, 8-10 féle cégformában dolgoztunk az elmúlt 70 év alatt. Tényleg az államitól a KFT, a KHT, a non-profit KFT, a vállalat, éppen tán csak RT-nem voltunk. Minden verzió előfordult. És ezért aztán volt miről írni. Tehát nagyon sok történés volt. Területek, hát azt kell, hogy mondjam, hogy inkább csökkentek, mint nőttek, tehát itt az egész Duna, ahol most a Kampóna van, az egész rész, a Növény utcától a Dunáig, az mind a kutatóintézet területe volt.
Például a György Villa, ami szintén ugye egy ismert, nagyon szép rendezvényközpont lett, az is az intézetünk közt tartozott. A Rózsakert eredetileg oda lett telepítve, és csak aztán később ide. De hát ugye aktuálisan azért a kutatásra mindig egyre kevesebb pénz jutott, és így folyamatosan csökkentek a területek. És önök ezt úgy kell elképzelni, ezt a szerkesztői munkát, hogy önök kaptak fejezeteket, megkérték a nyugdíjas kollégákat, hogy erről és erről is ilyen témákban írjanak, és akkor önök tulajdonképpen ezekből szelektáltak, és időrendbe helyezték, és esetleg meghúzták? Hát, vagy... Igen, inkább ezt úgy mondanám, hogy közösen a vezető kutatókkal összeültünk, és a fejezeteket közösen döntöttük el, hogy mi legyen benne, mert én egyébként is egy csapatjátékos vagyok, nem gondolom, hogy én értek mindenhez egyedül, úgyhogy sokkal jobb volt ez így, hogy mindenki hozzászólt, összeállt vagy 15 témakör, és akkor na kivállalja meg. Hát voltak fejezetek, amiknél nem volt kérdés, hogy kivállalja, mert aki csinálja magát a témát, aki műveli, az vállalta. De voltak fejezetek, amiknél pontosan azért, mert mondjuk már nem művelte senki, azért az egy elég nagy feladat volt valakinek, hogy olyan dolgra írjon, amit nem tudott, tehát nem végzett benne semmit. És igen, megkaptuk a nyersanyagokat, és hát azért sok dolgunk volt vele, mert volt, amit mi is kiegészítettünk, volt, amit átírtunk, volt olyan, amit a nyugdíjas kolléga túl hosszú fejezetet írt, most nem akarok erre példát mondani, a fiatal kolléga ezt írt egy másik verziót, mi meg a szerkesztő kolléganőmmel meg egyszerűen összeollóztuk valahogy, összegyúrtuk, hogy füle-farka legyen így, és így lett szerintünk a legértelmesebb verzió. Például nagyon sokszor azért nyúltunk bele a fejezetekbe, hát jó a magyarosítás, meg egy kicsi stilizálás, meg hogy egységes stílusú legyen, meg egységes formátumú, az nyilván magától értetődik. De nagyon sokszor beleírtunk, mert nagyon nagy segítség volt, hogy régen a kutatóintézetben minden kutatótól elvártak évvégén egy komoly jelentést a kutató munkájáról. És ez, hála Istennek, ugye akkor még számítógép nem is létezett, ezeket szépen legépelték, és utána nagyon komolyan ilyen vaskos kötetekbe bekötötték. Tehát ott állnak a könyvtárunkban sorba, az ilyen vastag évkönyveknek hívjuk csak, hát ezek az éves jelentések. Hát az gyakorlatilag az egy kincsestár. Beültünk, elővettük 50-es években, hogy is nézett ki az elej, 50-ben alakult ugye az intézet. Hát az szédületesen érdekes volt, hogy az első évek azok hogy is néztek ki, de konkrét témáknál is. Volt olyan, aminél ugye emlékeztünk egy névre, de nem szerepelt a kollega által leírt fejezetben, akkor megkerestük a jelentésben, és egyszerűen zanzásítva kiírtuk azt a jelentésrészt, amit az a kollega akkor mondjuk 69-ben éppen írt az adott fejezetről. Kiknek szól ez a könyv? A szakmának inkább, vagy akár laikusok és a kezükbe vehetik? Hát... most ez lehet, hogy csúnyán hangzik, én leginkább magunknak gondoltam, hogy megírtuk, tehát legyen, nem, ez egy kicsit túlzás, de tényleg a nyugdíjas kollégáktól is nagyon sokan eljöttek erre az ünnepségre, tehát mindenki nagyon örült, hogy látta a régi képeket, a régi felvételeket, a régi fejezeteket. Nem, hát alapvetően természetesen én ezt úgy gondolom, hogy ezt muszáj volt megtennünk a saját intézetünk tiszteletére, és az összes elmúlt 70 évben dolgozó kollégánk tiszteletére, hogy ezt az összeállítást, ezt megcsináljuk, és szerintem a szakmai rész sem úgy lett megírva, mert ez külön kérésünk volt, hogy ne legyen ilyen nagyon tudományosan megfogalmazva. Például nincsenek benne fajta leírások, az iszonyat unalmas lett volna, hogy mondjuk 20 cseresznyefajtát nemesített az intézetünk, akkor most arról egy szó nincs, hogy annak éppen milyen a szárhosszúsága, vagy mikor érik, vagy milyen piros, vagy zöld, vagy kék, vagy akármilyen. Úgyhogy kifejezetten szerintem olvasmányos, olvasható téma. Hát nyilván azoknak érdekesebb, akiknek bármilyen kötődése volt az intézethez, vagy bármi kötődése volt ezekhez a témákhoz. Nem véletlenül ilyen társ szakmai szervezeteket is meghívtunk, főképp mondjuk a nébihes kollégák, akik bírálják a fajtáinkat, vagy a Fruitweb, vagy gyümölcs szakmaközi szervezet, termelőktől kevesebbet, tehát nekik nem gondoltuk, mert őket talán annyira nem érdekli, hogy is nemesítették ezt az adott fajtát, őt az érdekli, hogy terem, vagy hogy nem terem. Úgyhogy igazából szakmai körökben szerintem ez egy nagyon jó segítség. Éppen ma reggel, mert tegnap kaptam fényképet, és kitettem a Facebookra, amit éppen bemutattam a könyvet, meg a könyvről is egy képet, és nagyon sokan írtak rá, hogy nagyon jónak tartják, és nagyon örülnek neki. És a Kertészeti Egyetemről én már csak így hívom, ma ugye Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek a
adott intézetének az adott tanszéke, annak a tanszékvezetője éppen ma reggel írt, hogy ha nem haragszunk, akkor egy jó pár képet kiszelektálnak, és az oktatásba, mint bemutató anyag vetíteni fogják, mert nagyon sok olyan régi érdekes kép van. Egyébként a legérdekesebb része ennek számomra, meg szerintem a kolléganőm számára is, az volt, hogy szerintem az időnk kétharmadát biztos a fényképek nézegetésével töltöttük. Ez egy kicsit ilyen muzeológusi feladat volt, de nagyon élveztük. Rengeteg képet összeszedtünk innen-onnan, digitalizálva, nem digitalizálva, régi papírképek, nyugdíjas kollégák behoztak. A legérdekesebb az volt, hogy előkerültek ilyen brigádnaplók, meg kisznaplók, meg tehát ezek nagyon jó kis kordokumentumok voltak, és nagyon élvezetes volt, hogy mit tudom én, az első telepvezető, ugye nekünk Érdelvirán van a gyümölcsösünk, itt a rózsa, itt a dísznövény részlegünk van, de Érdhez tartozik a gyümölcs kísérleti része. Hát az első, vagy nem az első, de egy viszonylag az első telepvezetők egyike lóháton ül, és úgy járja be a területet, mert nem volt még autó, vagy mit tudom én, lóval szántottak még ott, meg itt is a rózsakertet is még lóval szántották. Tehát, hogy ezek a régi képek, ezek annyira örülünk neki, hogy megvannak. Vagy ahogy építették például a mi főépületünket 60-as években, annak is megvan több stádiumában. Úgyhogy ezek nagyon érdekesek voltak. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is a lehetőséget.